Tisztelettel, szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez a hatodik előadás, és a szervezők valószínűleg úgy gondolták, hogy a történészeknek a sorozatában az első sorozat végén is, és az egésznek a végén is lesz valaki, aki nem történész, ez majd Kis Tamás lesz decemberben, és aki egy kicsit más szempontok szerint csoportosítja azokat az eseményeket, amelyeket bemutat. Egy olyan címe van, ami nagyon általános ennek az előadásnak, hogy 50-es, 60-as évek az biztos, és hát ezt a korszakot úgy ismerik, hogy a szocializmus építésének a korszaka, annak is a kezdete, és tegnap például Csíkszeredában az volt az egyik megjegyzés, hogy de sokkal több probléma, szörnyűség, jogfosztottság, halál volt az első korszakban. Így van, de nekem nem az a feladatom, hogy erről beszéljek. Nekem a feladatom az, hogy arról beszéljek, hogy ebben az időszakban elkezdődött valami olyan új társadalom modell, társadalmi viselkedésnek, társadalmi értékeknek a modellje, ami máig létezik, egyre erősebb, egyre problémásabb, és adott időpontban ezt még szerették is a 60-as években, és hát az egész azzal jellemezhető, hogy volt egy központi hatalom, ami diktatórikusan működött, nem kérdeztek meg, nem különösebben konzultáltak, nem különösebben engedték érvényesülni a sokszínűséget és a véleményeket. És hát én arról fogok beszélni, hogy ez hogy alakult ki ez a hatalom, hogy terjesztette ki, mi volt a háttere, tehát egy kicsit azért a szovjet példáról, amit Kovács György valamikor az 50-es években a könyve címében így határozott meg, hogy világfénylő reménye, én még olvastam ezt a könyvet pionírkoromban. Na tehát ez, akkor mit jelent az, hogy tárgyalati tervezés, szakértelem és azoknak a szakembereknek a megjelenése, amelyek kapitalizmusban, szocializmusban mindenütt léteznek, mert a modern világ, a modern intézmények enélkül, ezek nélkül elképzelhetetlenek, Alvin Toffler integrátoroknak nevezi ezeket, és hát mindenféle példák lesznek, épp csak érintőlegesen, így is elég sok, demográfiai átmenetről, a szerkezetváltásról, hogy lesz a paraszti országból inkább munkás ország, az urbanizációról, az infrastruktúra átalakulásáról, a villamosításról, mert hát Lenin is azt mondta, hogy a szovjet hatalom az proletár diktatúra és villamosítás. De iparosítás és villamosítás, igen. Na, és a fogyasztás kezdetleges formáiról, és hát tulajdonképpen a modernizáció új szakasza ez Romániában és Kelet-Európában, és akkor az én nagy kérdésem nem az, hogy történetileg mi történt, hogy szerveződött, milyen folyamatok voltak, az én kérdésem egyetlen egy, hogy ez egy világ folyamatban, amit igen általánosan, és akkor több meghatározással is fogok itt jönni, meg több hát elképzeléssel modernizációnak neveznek. Elkerülhetetlen, ambivalens, ugyanannyi problémát, mint ahány megoldást hozó folyamat, na de hát lássuk. Ez minden esetre a társadalmat, társadalmi folyamatok és a társadalmat tanulmányozó emberek, társadalmi folyamatot és társadalmat tanulmányozó embereket a társadalmi fordulatok érdeklik, mert az, hogy mikor kezdődött valami és mikor fejeződött be, az elég bizonytalan, de az biztos, hogy a II. Világháború után Európában és a világon is volt egy nagyon gyors, nagyon általános átalakulás, társadalmi átalakulás, a gazdasági ennek csak kísérője volt, amit társadalmi forradalomnak nevezhetünk, és tényleg gyors volt, egyetemes volt, viharos volt, és a történész azt mondta, hogy a legnagyobb volt. Higgyünk neki. Minden esetre
tényleg nagyon fontos dolgok történtek nagyon rövid idő alatt. Nyugat-Európába eltűnt a parasztság. Hogy nálunk eltűnt-e a parasztság, és aki ma földet művel, kicsoda, na hát itt jönnek a kérdések. A kérdések, amelyekhez el kell majd menjünk. Az egyetemi diákság létszáma 50 éve, hogy Párizsban a diákok fellázadtak. És hát tulajdonképpen ez volt a társadalmi forradalomnak a jele és középpontja, tehát 68 az a 20. század társadalmi folyamatainak a legfontosabb fordulópontja, ezt nem vitatják. Tehát ami azelőtt már létezett, nyilvánvalóvá vált. Ami azelőtt gyenge volt, felerősödött. Akik akkor szereplők voltak, utána meghatározóak lettek. A párizsi diáklázadó, a Nanterre-i Egyetem, az egyik Párizs környéki egyetemnek a kampuszába kezdődött azzal, hogy az egyetem vezetése megtiltotta, azaz hát úgy, olyan szabályokat hozott, hogy a lányok bemehetnek a fiú bent lakásba, a fiúk nem mehetnek be a lány bent lakásba. És ez a szexuális forradalom kitörésének az idején, már azelőtt létezett, de hát ez tényleg egy olyan ok volt, hogy ezért a diákok tényleg fellázadtak, barikádokat építettek, munkások csatlakoztak hozzá, és szinte megdöntötték De Gaulle kormányát. De hát ez átterjedt Németországra, Amerikában vietnámi háború és ezzel kapcsolatos események voltak. És egyáltalán a 1950-es, 60-as évek találta fel azt, hogy tinédzser, azelőtt nem volt, azt, hogy ifjúsági korosztály, azt, hogy demokratikus oktatás, tehát mindenkié a középiskola és mindenkié az egyetem, minden következményével, pozitív és negatív következményével együtt. Csökkent az ipari munkásság létszáma, tehát a maga az, hogy ipari társadalomnak az alapja az nyugaton mindenképpen már a 60-as években, 70-es években, amikor a szolgáltatások kerültek lettek legalább olyan fontosak, és nagyon-nagyon lényeges, hogy a II. Világháború után, és akkor a társadalom tényleg megváltozik, amikor a nők fontos szerephez jutnak. Az már nem ugyanaz a társadalom. Dolgoznak, önállóak lesznek, szinglik lesznek, gyereket vállalnak, a saját testükkel rendelkeznek, ez az abortussal kapcsolatos mindenféle meggondolás. Tehát, és a legutoljára az egyik legfontosabb, de talán nem a legkonzervatívabb európai országban is választójogot kapnak 1972-ben vagy 73-ban, Svájcban, igen. Na hát, akkor ez lett volna egy ilyen általános bevezető. És akkor most lássuk az eseményeket, mert természetesen a történészek azt mondták, hogy azért azt nem lehet, hogy ne vegyük végig, hogy mi is történt. Tehát, hogy azonnal az általánosabb kérdésekkel kezdjük. Tehát Romániában, ugye háború után, szovjet csapatok jelenléte, kommunista párt megszerveződése, egyáltalán a baloldal megszerveződése is, március 6-án a Groza Péter vezette kormány, és van két, hát majdnem két év, ami átmeneti év, és az utána, ami következik, azt tessék figyelni. Tehát december 30-án, 47-ben egy nap Mihály király lemond, és elmegy, hogy aztán visszatérjen most, tehát szó sincs arról, hogy ez nem tartozik össze, ez a korszak, amit én mondok, az eleje és a vége. Kikiáltják a román népköztársaságot, felfüggesztik az alkotmányt. Hogy december 22-én nem függesztették fel az alkotmányt, csak mindenki kezdett viselkedni úgy, hogy a hatalomnak a szabályozó szerepe az alkotmánytól függetlenül nem érvényesült, vagy legalábbis kevésbé érvényesült. És hát itt ez megtörtént, tehát, hogy ez egy nap alatt, és akkor tessék megnézni, eltelik
majdnem két hónap, és létrejön az egységes politikai vezetés, a Román Munkáspárt, és eltelik három hónap, és ez a választáson az egész szocialista korszak alatt, hát ennél nagyobb számarányban győz, de hát ez is egy jó nagy arányú győzelem, és a nagy nemzetgyűlésbe, és egy nap megalakul a nagy nemzetgyűlés, kinevezik az új kormányt, és megszavazzák az alkotmányt. Hogy azt az alkotmányt kikészítette elő, mennyire vitatták meg? Szóval aki részt vett egy ilyen alkotmányozó nemzetgyűlésnek a híreiben, ha nem is a helyszínen, de a mindennapjaiban, akkor azt tudja, hogy hát ez nem lehetett valami jól megtárgyalt, valami jól egyeztetett, hát bizony hozták, akik hozták, és diktatórikusan ezt elfogadtatták. Hát természetesen ez azt jelentette, hogy új címer, új zászló, új himnusz. És hát egy nap alatt. És hát a propaganda az természetesen sikerpropagandaként működött, de a legfontosabb az a következő nap volt, azaz nem egy nap, hanem két nap, amikor rá két hónapra, június 9 és 11 között jött az államosítás. Ezt igen egyszerűen szervezték meg, a városi, megyei és országos központokba behívták az aktivistákat, mindenkit, aki ebben részt kellett vegyen, a jövendő igazgatókat is. Közben meghozták a törvényeket, a nagy nemzetgyűlés, közben ezeket nem engedték haza éjszaka, és reggel kijelölt egységekhez elmentek. Volt olyan, ahol csak az, akit igazgatónak jelöltek ki, és a melléje adott pártag munkás, volt, ahol karhatalom is ment. A lényeg az, hogy tessék elképzelni azt, hogy egy országban meglepetésszerűen semmiféle hír nem szivárgott ki előzően erről, megjelentek a gyárakban, a bányákban, a bankokban, a biztosítókban és a szállítási vállalatoknál, és azt mondták, hogy tessék a kulcsokat ideadni, tessék a pecsétet ideadni, lepecsételünk mindent, bankszámla hogy van, készpénz mennyi van. Még én erről mindenféle beszámolókat interjúkban hallottam, hogy hogy volt. Hát bizony nem volt ellene. Tehát addigra már olyan, hogy azt mondják, hogy már pedig most a munkásoknak szólunk, és a botokkal kizavarjuk ezeket az embereket, hát ilyen nem volt, engedelmeskedtek. Tehát már ekkor azt, hogy a népi hatalom ráteszi a kezét a vagyonra, azaz intrepides mulcedi muinile lacoma are exploatatorior. Na hát ez akkor megtörtént. És kezdődött az állami adminisztrációnak a megszervezése, tehát volt most már ehhez hatalom, volt apparátus, volt pénz. És megalakul a vagyonnak a kezelője, az Állami Tervbizottság, megalakul a szocializációnak és a tehát a utánpótlás nevelésnek, az új állampolgárok nevelésének az intézménye, az államosított iskola, létrejön az ellenőrzésnek a legfontosabb terve, a Securitate, megalakul a másik ellenőrző, mindenféle nyilvántartó és mindenféle hát mozgást szabályozó szerv a milícia, és elkezdődik a kollektivizálás, és áprilisban beiktatják az új területi államhatalmi szervek a néptanácsoknak a vezető. Idéglenes néptanácsok, amíg nincs választás, addig idéglenes van, tehát végül is ez ugyanúgy működik, mint a Nemzeti Megmentési Front, az is egy idéglenes volt a választásokig. És én ezek után, tehát egy ilyen nagyon gyors folyamat van, és utána is lehetne ezeket így mondani, de én most már
Világos, hogy itt a központ el van foglalva, világos, hogy gazdasági eszközök vannak, világos, hogy elképzelések vannak, hogy ezzel mi legyen, és az egyik példa a társadalom meghódítására az, hogy terjesztik ki ezt a társadalom uralási kereteket, a területi hatalmi ellenőrzés megszervezése. Ezt adminisztratív területi átalakításnak nevezik, és egy nagyon érdekes dolog Romániában, hogy 68 óta micsoda stabilitás van. Itt 4 darab ilyen átszervezés van 18 év alatt. Először rajonokat és tartományokat alakítanak ki, ezt az úgynevezett rajonizálás jelensége, ez a Szovjet Unióban létező adminisztratív szerkezetnek az egy az egyben való átvétele. Utána van a képviselőválasztások, és akkor alakulnak ki az új szerkezetben az államhatalmi szervek, utána lesz a következő átalakulás, ahol nagyon érdekes, hogy itt ilyen dátumokat írtam ki, hogy szeptember 24, hát vannak ilyen kronológiák, hivatalos kronológiák, és abból kiírja az ember a dátumot, de tudja, hogy ezt hamarabb megszervezték, elkezdődött már, kinevezték a vezetőket, a vörös előre volt Brassóban, Sztálin tartományban, és az egyik első intézkedés az volt, hogy áthozták az előrét, és vörös zászlóként itt egy-két nap alatt ezt lebonyolították, a papírok szerint, amit én láttam. És hát ekkor jött létre a Magyar Autonóm Tartomány, 18 tartomány, 28-ból 18-at szerveztek, újabb választások, 60-ban újabb átszervezés, amikor többek között 16 tartomány lett, és 68-ban már Ceausescu korszak, és akkor alakultak ki a mai rajonok. Tehát akkor kicsit nézzük meg, mert azért ez egy érdekes dolog, talán ez így működik, hogy itt van Marosvásárhely, ezt úgy hívták a 25. Kérem, tessék elképzelni, hogy ilyen helyen, mint Csíkfalva község levéltára, az 50-es évek elején nem úgy címezték, hogy Csíkfalva, hanem úgy címezték, hogy 18. község, vagy nem tudom hány. Nem volt identitása, nem volt neve, nagy hirtelen. Hát persze ott vannak a nevek, tehát ott fel van sorolva, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagy hirtelen egy ilyen nyilvántartás. Ebben az esetben Vásárhely, és itt van Sztálin tartomány, ugye 50-től Sztálinváros Brassó, és 68%-ban ez a nemzetiségi megye. Tehát magyarok és németek 68%-ban voltak Sztálin tartományban 2 éven keresztül, amíg meg nem alakult a Magyar Autonóm Tartomány. Hát ezt nagyon gyorsan túllépték, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy itt, ezen a részen, ha a határt, az országhatárt eltörlik, akkor a tartomány és a rajon határ az teljesen ekvivalens. És volt is szó erről. Így emlegették Romániát, hogy a 17. Mármint a 17. szovjet tagköztársaság. Rövid ideig. Na és akkor ez a következő, ahol ott a Magyar Autonóm Tartomány 77% magyarsággal, ott van, ugye ennek az identitása az, hogy magyar, ennek az identitása az, hogy Sztálin. És nagyon érdekes, ahogy így vannak, mert az identitás nagyon érdekes az, hogy Kolozsvár milyen stabil. Mert tessék megnézni, ez Nagybánya, hát benne van Szatmár is, ez Várad, és ez Temesvár. És 60-ban, ugye, azt mondjuk, hogy hát az egyik átalakítási ok az lehetett, hogy már a nemzetiségi politika változott, és akkor Magyar Autonóm Tartomány helyett Maros Magyar Autonóm Tartomány lett, a két rajont átkapcsolták,
De itt megint Sztálin helyett Brassó lett, viszont nagyon érdekes jelenségként felhívom a figyelmet, hogy ez már Máramaros, ez már Krisána és ez már Bánát. Az elején szó volt arról, hogy az ilyen átalakítások a mindennapi életkeretet határozzák meg. Ez nem csak azt jelenti, hogy a bulletinben mit írnak vele, hanem hogy mi a központ, hogy változik a központ, a gazdaságilag fejlesztik vagy nem fejlesztik, város lesz vagy nem lesz város, és ebben az esetben ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen tudtommal a Trianon után az egyetlen olyan 8 éves szerkezet, ahol a bánság egy egységként Romániában egy területi, ahogy a Székelyföld az volt, hát nem csak Székelyföldként, mert azért régen rajon sose volt Székelyföld, és Toplica se, de érdekesek ezek a köztes mozgások, ami tulajdonképpen mindig arról van szó, hogy újra és újra keresik azokat a formákat, amiben ez a szocialista átalakítás megvalósítható. Elsősorban mindig iparosítást mondtak, hogy az iparosításért kell ezeket a központokat, és kell fejleszteni, és mindenféle hasonló dolog. És így jutunk el a Ceausescu féle megyerendszerig, ami mai napig is az életkereteket, a távolságokat, az identitásokat meghatározzák, mert például van itt egy Hargita megye, és azt tessék megmondani nekem, hogy az udvarhelyiek azok a Hargita egyik oldalán, és a csíkiak a Hargita másik oldalán, azok Hargita megyeieknek érzik magukat, vagy minek érzik magukat, vagy egyáltalán a Hargita összeköt, vagy elválaszt. Ez 68 óta egy alapkérdés, mai napig is. Tehát amikor arról van szó, hogy bizony az identitások fontos, és akkor ez nem arról van szó, hogy a temetőben megkapják a feliratot udvarhelyen, hogy itt is jobb, mint Csíkba, meg mindenféle hasonló anekdotákról, hanem tényleg arról szól, hogy vetélkednek, különböző folyamatokat másképp képzelnek el, más a társadalmi imagináció, önmagukat másképpen állítják be, holott az egészben arról van szó, hogy mindenféle adminisztratív szerkezetben együtt vannak. Például én tanúja voltam, amikor 1990 május, a június elején voltak az első parlamenti választások, és akkor Csíkot, Gyergyót és Udvarhelyt, már mint a három RMDS megy, az úgy kellett összehozni, mert nem lehetett külön listán indulni. Csak Hargita megyei listán lehetett indulni, úgyhogy ott tényleg egy nagyon érdekes politikai egyeztetés volt, Domokos Gézának is köszönhetően. Na kérem, akkor ide jutottunk el, hogy azért kellene jól ismerni ennek az egész történetnek, a 60-as évek elejéig tartó történetnek azt a hátterét, amit valószínűleg, hogy a szovjet irattárok hozzáférhetősége, feldolgozása után lehet csak igazából megismerni. Mit jelentett az, hogy a szovjet hadsereg jelenléte? Mesélte az egyik ilyen interjú alanyom Jobbágyfalván, hogy ő úgy volt katona Brailán, hogy egymás mellett volt a szovjet egység és a román egység, a szovjet egység az épületekben volt, a román egység a barakkokban volt. Úgyhogy ettől kezdve fotbaloztak, és mindig lerúgták őket a szovjet és az oroszok. Na, akkor a szovjet tanácsadók. Kérem, Marosvásárhelyen hol laktak a szovjet tanácsadók az 50-es években? Én úgy tudom, hogy a Hosszú utcának ott azon az egyem, tehát a szemben a Gecse utcával bemegy, ott vannak azok az egyemeletes házak, és azok voltak. Hát nem mindegyikbe, de ott abban a szovjet tanácsadók is laktak. Nem tudom, ezek megint olyanok, hogy vásárhelyiként én mindenféle mendemondát hallok és hallottam, de ez így maradt meg, hogy hát ott bizony az 50-es években, és azt tudom, mert az tényleg családi hagyomány, hogy volt a tartományi néptanács mezőgazdasági igazgatósága, és
annak volt egy igazgatója, a Major Pál, és a Major Pál irodája mellett ott volt a másik iroda, és ott a szovjet tanácsadó volt. És amikor valamilyen döntés volt, akkor átvitték a papírt, ők is átmentek, áthívták a szovjet, ezt onnan tudom, hogy apám agrármérnökként a legelő gazdálkodási osztálynak volt a vezetője, és időnként ennek szemtanúja és fültanúja volt, hogy hogy tanácskoznak a szovjet szakemberre. Ezeket is kivonták, de hogy mi volt a hatásuk? Hogy mi is történt az alatt? Hát ez nagyon jól lenne. Tehát tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy a hatalom megrakadás, hatalom kiépítés korszaka Romániában és a szocialista országokban máshol is elképzelhetetlen a szovjet hatás ismerete nélkül. Aztán egy idő után már saját lábra állnak, vagy legalábbis hátrébb vonulnak a szovjetek, de ahol végig benne vannak a csapatok, ott világos a helyzet. Egyetemisták a Szovjetunióban nem voltak képzett káderek, tehát 1948-ban, augusztus 1-e körül összegyűjtötték az országból azt a 2000 fiatalt, aki hát kisztag is volt, jó képességű volt, Bukarestbe gyűjtötték össze, egy hónapig oroszul tanították őket, végig első pillanattól volt egy vezetőjük, aki megszervezte közöttük a KISZ szervezetet, és egy hónap múlva elmentek a Szovjetunióba, és utána évenként mentek, 52, 53, 54-ig, ezt nem tudom, és Szovjetunióba is különböző egyetemekre mentek. Éppen Csíkszeredával említették, hogy volt egy házas pár, egy orosz tanárnő és egy sporttanár, akik Novoszibirszkben tanultak az ottani egyetemen. Aztán visszajöttek, és előbb Bukarestbe, aztán Csíkszeredába. Hogy volt és mint volt, én ezt megint nem levéltárból tudom, hanem onnan, hogy egyszer alkalmam volt 3 hónapig Bukarestben dolgozni, és akkor találkoztam egy Mosonyi Mihály nevezetű diplomatával, aki brassói volt, az első 48-as társasággal ment ki Kijevbe, 6 éves diplomataképzőt végzett, és a karrierje csúcsán, igaz, hogy már Mosolyú néven, 62-63-ban iráni nagykövete volt Romániának. És ő több alkalommal leültünk és mesélte ezeket a dolgokat. Na de hát, hogy kik voltak egyetemisták? Hát én azt hiszem, hogy az idős generáció az nagyon jól tudja, hogy a közéletben kik szerepeltek, hát például Leningrádban újságíró szakon végzett Domokos Géza. És hát tehát ez azt jelentette, hogy ezek orosz nyelvet is, hát orosz nyelven tanultak, orosz nyelvet tudtak, orosz kultúrát tudtak. És az, aki megszervezte őket 68-ban, és aki a KISZ titkáruk volt, azt úgy hívták, hogy Ion Iliescu. És hát akkor jött a saját lábra állás, először a kínai konfliktus, szovjet konfliktusnak a kihasználása, utána pedig a KGST integrációban a különállásnak a hangsúlyozása. Nem voltak hajlandóak mezőgazdaságra ráálló országként beintegrálódni a KGST-be. De ez már lehetséges volt ekkor. Az integrációnak az egyik formája, tessék megnézni, itt szépen felsoroltam, 45-től kezdve úgynevezett szovromokat hoztak létre. Szovjet-román vállalatokat, tessék megnézni, a szállítási vállalattól kezdve ez a szovrom traktor, ez azt jelentette, hogy Brassóba telepítenek egy szovjet-orosz traktorgyárat, és elkezdik gyártani a traktorokat. A traktorgyár az nagyon fontos volt, mert a lánctalpas traktorokat nagyon hamar harckocsikká lehetett alakítani, és a harmadik világháború küszöbén erre igen nagy szükség volt. A kvarcit az uránium kitermelés, szintén nagyon szoros orosz felügyelete. Magyarországon sokkal több ideig volt ez. Végül is itt ez az 58-59-es fordulat, ez ebből a szempontból fontos volt, de hát a TARSZ. Én gyerekkoromban elmentem a Maros mellett a repülőtérre, és ez volt kiírva, hogy TARSZ. Transportul aeriene romano sovietice. Azok a bizonyos likettes szép
kétmotoros gépek jöttek, mentek, Vásárhely, Kolozsvár, Bukarest között. És hát a bankrendszer, a biztosítási rendszer és az első filmgyártás is egy ilyen kooperációba kezdődött Romániában. Tehát, hogy végül is ki mennyi tőkét hozott, az igazgató tanácsokban milyen arányban voltak, mi történt a nyereséggel, a nyersanyagot hogy vitték ki, szóval ezek a dolgok mind olyanok, amit ha nem tudunk, akkor ezt az első korszakot tulajdonképpen nem lehet megmutatni, megismerni. Minden esetre nagyon fontos volt ideológiailag is, hogy folyt a harc a két tábor között, és az űrkorszak nyitánya az a szovjet fölény jegyében történt, és elkezdődött ez a hruscsovi utolérni és túlszárnyalni, a dognágy hiperégnágy elve, ami aztán valamikor glasnosz lett és egyéb. Na de hát ez ismerős volt így, és hát Hruscsov kifejtette azt, amit Kennedynek is kifejtett a moszkvai látogatásakor, és egyáltalán ezek ilyen közismert szlogenek voltak, hogy hát bizony már nagyon ott vagyunk, és érjük utol, és már el is hagytuk, és tulajdonképpen nyerjük meg ezt az egészet, és az egésznek azért volt egy súlyos krízis fordulópontja, a 62-es kubai rakétaválság, amikor bizony nagyon közel voltak ahhoz, hogy megnyomják a gombot. De hát utána szerencsére a tárgyalások következtek, és hogy ez hogy is néz ki egészen a mai napig. No, tehát Szovjetuniónak a szerepe nagyon fontos, abban, annak az ismeretében, hogy a társadalomat hogy akarták átalakítani, milyenné akarták tenni, milyen eszközeik voltak, és erről én sajnos nem tudok hosszabban beszélni. És akkor elérkeztünk ide, a 65-68-as időszakba. Ez valamikor 66-ban volt egy ilyen nagy látogatása, amikor a színházteret is kijelölte, hogy akkor itt lesz egy bontás, itt lesz egy ilyen új megnagyobbítása a főtérnek. A Teleki TK-ba látogatott, és erről is ilyen mindenféle fotó keringnek ma is. És akkor egy kis néhány perces szünetben átadnám a szót Ceausescu-nak, és átadnám a szót annak az Aurel Uzsikának, aki 2010-ben mutatták be azt a filmet, hogy Nikolaj Ceausescu önéletrajza, ez egy fiktív dokumentumfilm, tényleg dokumentumokból dolgozik, tehát híradókból, meg a személyes dokumentumaiból Ceausescu-nak, és hát a kezdetektől a végig mutatja meg, és 68 ebből a szempontból tényleg érdemes arra, hogy megnézzük néhány esetet, és megfontoljuk. Természetesen Uzsicska egy filmes, fikció az egész, ami az is mutatja, hogy 68-ban azzal kezdődik, hogy bevonulnak Csehszlovákiába, és akkor a tömeg élteti Ceausescut, ő elmondja a nagy beszédét, és nagyon hatásos beszéd, na hát hallgassák meg egy kis részletet belőle mindenképpen. Utána bevágja Nixont, aki látogat Bukarestbe, de hát Nixon 69-ben látogat, nem 68-ban, tehát ott volt egy. És utána pedig, amiért tulajdonképpen érdemes, és az egész előadásomnak végül is ez azért a fordulópontja, remélem lesz elég időm azt erről hosszabban beszélni, ugyanis elkezdik a Dacia-nak a gyártását. 68. augusztus 20. 23-án már felvonulnak a Dacia 1100-asok. Pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Nu există nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc.
Problema a legerii căilor de construcție socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate irija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul. Trebuie odată pentru întotdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide. Slovacia era pericolul contra revoluției. Se vor găsi poate mâine să spună de adunarea noastră că oglindea tendințe contra revoluționare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Excellencies, ladies and gentlemen, speaking on behalf of all of the American people, I wish to express my deep appreciation for the very warm welcome that you have extended to us on this occasion. It is the first visit of a President of the United States to Romania, the first state visit by an American president to a socialist country or to this region of the continent of Europe. Să trăiască prietenia romano-americană. Hát nem csak Csíkszeredában, udvarhelyen beszélt Ceausescu szövege végén magyarul, hanem Nixon is románul, amikor ide látogatott, mert hát ez közvetítette azt a jelentést, amit ők szerettek volna elmondani.
megvédi az országot, nélküle ez nem lehetséges, a világ első állama vele barátkozik, és a népnek autót ad, új életformát, kirándulási lehetőségeket, szabadidő eltöltési lehetőségeket, mozgási lehetőségeket. Mindezt 1968-ban. Én a következőt szeretném mondani. Tehát a politikai részt azt én befejeztem. Hogy hogy értelmezzük, természetesen a történészek azok ezeken a dolgokon mindenféle apró faktumokból kiindulva rengeteget vitatkoznak, és ez a dolguk, ezért a tudomány ezt végzi. Én csak azt mondom, hogy tényleg a társadalom az alárendelt volt. Ez egy diktatúra volt, világos és egyértelmű. Viszont olyan dolgok történtek, amelyek a szocializmusban, de párhuzamosan a világon máshol is megtörténtek. Más volt az ideológia, de ott máshol is az, hogy volt egy centralizációja hatalomnak, olyan intézményrendszer, amelyek bizonyos döntéseket centralizált, hogy aztán az, hogy a Vietnámban háború legyen, az bizony az amerikai nép nem döntötte el. Azt eldöntötték, és aztán utána ott, tehát természetesen az amerikai nép az végül is nem a vietnámiak nyerték meg a vietnámi háborút, hanem az amerikai fiatalság és civil társadalomnak a nyomása miatt vonultak ki. Hierarchizáltság. A modern társadalomban létező hierarchiának a kialakulása. A specializáció, hogy mi az, hogy foglalkozások, szerepek, mi az, hogy bürokratikus szervezés. A tervgazdaság, aminek az alapja tulajdonképpen az a szabványosítás, ami gyerekkoromban én mindig hallottam, hogy Stász, de sose értettem, hogy mi az, hogy Stász. Tehát az összemérhetőség, összevethetőség és az elképzeléseknek az egymásra épülése. Intézményesítettség, kérem, tehát a társadalmat nem rokoni, nem falu, nem lokális, hanem különböző nagyobb intézményi szinten szervezték meg. Az ipari munkásságban ez nagyon hamar szakszervezetekként kialakult, de mindenféle más intézmények alakultak. Tömegszervezetek, amelyek tulajdonképpen egységesek voltak, egységes elképzelések voltak, egységes időrendjük volt. A társadalmi szinkronizáció, egymáshoz igazodás nagyon fontos, és ez mindenütt az ipari világnak a sajátossága. Az oktatás az létrehozza a standard tudást, amivel aztán lehet különböző helyzetekben érvényesülni, és én csak azért sorolom ezt fel, ezeket a dolgokat, mert ezek nem a szocializmusnak a jelenségei, ezek a modernizációnak a jelenségei. Mindenütt. És hát ezt kellene egy kicsit tovább ragozni, mert amikor arról van szó, hogy a társadalom viselkedése, akkor én úgy gondolom, hogy legelső dolog, amit meg kell nézni, az a demográfia. A társadalom alapvetően hosszú távon a saját testével, lábával, szüléssel, rokonságok kialakításával, mindenféle ilyen formában viselkedik, faluról városra költözéssel, városról falura költözéssel, és van ez a jelenség, amire azt mondják a demográfusok, hogy demográfiai átmenet. Kérem, a demográfiai átmenet a modernizációnak a mutatója. Azt jelenti, hogy sok gyerek, sokan halnak meg, a közegészség az rossz, higiénia rossz, táplálkozás rossz, ez az alapállapot. És akkor kezd javulni a táplálkozás, kezd javulni a higiénia, egyre több gyerek éli túl az egy évet és a gyerekkort, ezért egyre kevesebb gyerek van, a létszáma a társadalomnak nő, az életkor nő, és egyszer csak átbillen, hogy a kevés gyerek miatt kezd csökkenni, bár az életkor tovább nő, de már nem annyira, és kezd csökkenni a társadalom létszáma. Minden modern társadalomban csökken a
Tehát a modernitásnak ez úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen velejárója. Vannak intézkedések természetesen, tehát amikor látták, hogy 16 év alatt felére csökken a természetes szaporulat, akkor hoztak egy nagyon kemény abortusztörvényt. És akkor meg lehet nézni hosszú távon, hogy ez hogy működött. Hogy engedelmeskedtek ennek a nők, és tényleg folyamatosan többet szültek, vagy pedig volt 1-2-3 év, és utána megint csökken, sőt, 83-ban már nagyon kevés, és az, amit tervezett Ceausescu, hogy 2000-re 26 millió román lesz, az nem következett be, és sőt, 92-ben volt először negatív a termés, és azóta is negatív. Plusz a természetes elvándorlásnak mindenféle folyamatai. Tehát ha arról van szó, hogy hogy viselkedik a társadalom, ezt úgy szokták mondani, hogy a lábukkal szavaznak, a gyerekvállalással szavaznak, mindenfélével szavaznak, akkor ezek a statisztikák nagyon fontosak. Mit akar az állam, mit akar a hatalom, és mi jön ki abból, amit a társadalom viselkedésének az összegzése. A másik terület az a gazdaságtervezés. Természetesen, hogy a szocializmus az tervgazdaság, ami azt jelenti, hogy koncentrált erőforrásokkal a különböző részeknek a fejlesztésével, az egész ország átalakításával érnek el újabb és újabb pozitív eredményeket, színvonalakat. Új színvonalakat az elején még egy ilyen egyéves terv volt, amin arra hívnám fel a figyelmet, ami az utolsó bekezdés, tehát ez, hogy nem tudtak többet csinálni. Egyszerűen egy évre is nagy merészség volt tervezni, mert hát nem voltak statisztikák, eszközeik, szakemberek. Azt mondja, hogy belpolitikai síkon a következő feltételek között kezdünk hozzá a nemzetgazdaságunk tervszerűsítéséhez. Tehát nemzetgazdaságunk tervszerűsítése, ami egy hosszú folyamat. Egyrészt a politikai hatalom a dolgozók kezébe van, másrészt pedig amilyen mértékben előre haladunk a szocializmus felé vezető úton, úgy élesedik az osztályharc. A szovjet csapatok bent vannak, szovjet tanácsadók bent vannak, és igen, világosan, egyértelműen a központot uralja a délcsapat, a kommunista párt, de előre haladunk a szocializmus felé vezető úton. Hát ezt, hogy a szocializmus és az mikor ér véget, és a kommunizmus mi, hát ez megint olyan, hogy én ebbe nem megyek bele, hogy milyen elképzelések voltak. A lényeg az, hogy minél inkább próbáljuk megvalósítani az elképzeléseinket, annál nagyobb probléma, hogy élesedik az osztályharc. Mi az osztályharc? Konkrét esetben, tehát nem az, hogy mit írnak a klasszikusok, hanem konkrét esetben mi az osztályharc? Mi az, hogy kulák? Mit kell csinálni? Ki az, akire azt mondják, hogy osztály ellenfél? Milyen körülmények között mondják, mi lesz a következménye, hogy mondják, milyen törvények vonatkoznak rá, milyen gazdasági intézkedések vonatkoznak rá, stb. Stb. Ez végül is a bűnbak képzésnek nagyon ősi közösség alakító és közösség összetartó mekanizmusnak egy formája az osztályharc is. És hát volt azelőtt is olyan, amit másképpen neveztek, és ugyanez az ideológia volt, és ma is van olyan, amit másképp neveznek, és ugyanez az ideológia. Összetartani a közösséget, valami közös ellenséget kijelölni, valami cselekvési tervet kijelölni, valamilyen akciókat kijelölni, tulajdonképpen mozgósítani és háborús helyzetbe tartani a társadalmat. Ezt jelenti az osztályharc. Hát persze osztályharccal nem lehet konszolidálni, nem lehet hosszabb távon megerősödni,
ezért át kell váltsanak. Az első 5 éves tervben mindenféle probléma van a pénzügyi fegyelemmel, a szervezéssel, hát nincsenek szakértők. A levéltári papírokban olyan észbontó dolgok vannak, hogy egyszerűen nincs koordináció, innen üzemanyagot odaszállítanak, onnan különböző alapanyagokat visszaszállítanak, hol hiány van, hol többlet van, tehát a tervgazdaság az bizony, ha nem működik jól, akkor hatalmas nagy káosz. Aztán, hogy mi az, hogy jó működés, az már megint egy... De viszonylag kell egyeztetve és összedolgozva ezt lehet csinálni. És a következő, tehát ezen a kongresszuson, az második kongresszuson már kijelentik, hogy bizony itt nem lehet szakértelem nélkül, nem lehet szakértők nélkül, nem lehet egyeztetés nélkül csinálni ezt az egészet. Hosszú szakembereink és tudósaink széleskörű részvételével tanulmányokat, kutatásokat, technikagazdasági számításokat kell végezni. Jön a racionalizáció, bürokratizáció, szakértelemnek a felértékelődése. És a mára beszámolóban az van, hogy megindul ez a távlati tervezés. Mintegy 20 ezer szakember, mérnök, tudós, ipari és mezőgazdasági élmunkás, de ki tudja, hogy mi mindenki vesz részt ebben az egészben, és én a Magyar Autón tartomány példáját tudom mondani, mert ezt láttam a levéltárban itt. Három ilyen távlati fejlesztési tervet mutattak be, az elsőt 58. szeptemberében, 59. augusztusában és 60. áprilisában, mind a három a Magyar Autón tartomány fejlesztéséről szólt. Ami azt jelenti, hogy volt az elején egy általános elképzelés, volt statisztika, volt nyersanyagok leltára, létező ipari mindenféle elképzelés, hogy mi lesz. És ott jelent meg az elsőben, 58-ban, hogy hát vegyipari kombinát kell, van földgáz, és akkor vegyipari kombinát kell. Viszont tetszik tudni, hogy hol jelent meg az 58-as tervben a vegyipari kombinát, hogy hova építik? A Vörös Csillag hőerőmű mellé, Kelementerke és Balavására környékére. Ez volt az első terv. És tetszik tudni, hogy mi volt az egyik indok, amiért aztán ugye szeptember 10-én szépen letették az alapkövet, hogy a Kiskükküllőben nincs elég víz. Egy ilyen létesítménynek víz kell, tehát a Maros mellé kell építeni. Nagyon érdekes, mert természetesen közben megvoltak az etnicizálódott az állam 56 után, erről majd Bottoni mond nagyon részletes véleményt, és ezek a dolgok egymásra tevődtek, mert itt ebben a tervben úgy fokozatosan alakult ki, hogy kellene legyen, mi kellene legyen, mégiscsak a faipar a vezető, de a vegyipart is kell fejleszteni, meg hát a szállítást kell, mindenfélét kell csinálni. Ennek az egésznek a közvetlen eredménye az volt, hogy volt egy statisztikai évkönyv, ahol tényleg ott vannak az adatok az elmúlt 10 évről a Magyar Autón tartományban, ebből nagyon jól lehet dolgozni, és ott van az, amit monográfiának neveznek, és amit Keszi Harmad Sándor vezetésével, és ami ugye bezúztak, aztán utána kéziratban létezett, és van egy kiadása is, de a lényeg az, hogy ez tulajdonképpen Székelyföld fejlesztési terv volt, hát nem így nevezték, de hát közben a szövegben is létrejön, különösen a történelmi részben a háború előtt, hogy hát Székelyföld így vagy úgy, és ez bizony tényleg egy stratégiai hiba volt, tehát autonomizmusként elítélték ezeket az embereket, leváltották, Keszi Harmad Sándor aztán elment Kolozsvárra, Szövérfi elment a Szovjetunióba valami tanulmányútra, és vagyis tanulmányokra. Na de hát volt egy elképzelés, amikor arról van szó, Székelyföld fejlesztése, akkor itt volt egy tudás, a tudásnak egy összedolgozása, megjelenítése,
Utána már nem volt, mert a Maros-Magyar Autón tartomány az már Kézdi és Sepsi nélkül volt, nem volt Székelyföld, és a megyék azok már teljesen másképpen fejlődtek, a megyei fejlesztési tervek azok már nem Székelyföld fejlesztési tervek voltak. Na most már, itt jutottunk el az integrációig. Tehát ez megint ugyanúgy, mint az előbb felsorolt tényezők, ez Alvin Toffler-nek a véleménye, a fogalma azt mondja, hogy akárhol a modern világban szükség van az intézményekben integrátorokra. Intézményeket nagyon általánosan érti, azt mondja, hogy állami tömegszervezetek, de gazdasági szervezetek is, és modern iparom, társadalom nincs azok nélkül, akik nem a hatalmat képviselik, megjelennek, ideológiát gyártanak, hanem akik mindezt megvalósítják. Na most már ezt nomenklatúrának, szakértőknek is lehet nevezni, de így talán ez is egy megnevezés a több közül, ami használható, és azt mondja, sokféle új szakember, akinek a legfontosabb feladata, hogy az egyre bonyolultabb, egyre többféle rendszereket együtt próbálják kezelni, a nagyvárosnak a rendszereit, urbanizáció, a nagy ipari rendszereket, az erőforrásoknak a rendszereit, és a humán erőforrás, tehát az oktatási rendszert és a képzési rendszert, meg hát a kultúrának a rendszereit, tehát ami a modern társadalomban egyre nagyobb tömegeket egyre inkább átfog, és azt mondja, hogy ezek menedzserek. Ezek nem ideológusok. Egyik ideológiát, másik ideológiát, harmadik ideológiát végül is nem az ideológia fontos számára, hanem az, hogy a hatalomban azok, akik ideológusok és döntenek, azok az ő kezükbe adnak rengeteg eszközt, mert nélküle nem tudják a társadalmat bevonni, nem tudják a társadalmat befolyásolni, nem tudják a társadalmat mozgósítani. Tehát tulajdonképpen ezek a fogaskerekek igazán a hatalom és a társadalom között. És azt mondja Toffler, a tényleges hatalom az nem a politikusoké, vagy legalábbis nem azoké, akik a politika felsőbb szintjein vannak, hanem azok, akik adminisztrálják és ellenőrzik az információt, a humán erőforrásokat, a képzést, az egyetem, az oktatás, a káderpolitika, és természetesen az anyagi javakat is. És akkor tessék megnézni bármilyen társadalomban, modern társadalomban, kik ezek. Milyen összefüggések vannak közöttük? Tehát elitnek is nevezhetjük, azt mondhatjuk, hogy gazdasági elit, média elit és oktatási elit, mindenfélét mondhatunk, de egy szó rá ez, hogy integrátorok. Szétesne a világunk, ha ezeknek nem lenne szakértelmük, nem lenne valamelyes lojalitásuk az éppen aktuális hatalom iránt, nem lenne érzékük a társadalom mozgásához, hogy ne menjenek teljesen szembe, és mindenféle elégedetlenséget váltanának ki, és elsősorban ezek képzett emberek. Romániában ugye volt a Szovjetunióban való képzés korszaka, és aztán lassan kiépült, tehát 50-ben még csak ennyi diák van, ami a 10 000 lakosra vetítve 32, ami bizony nagyon kevés, és végig a nyugati államokhoz képest, ahol az oktatás demokratizációjával robbanásszerűen megnő ezeknek a száma, azért nem lesz olyan nagy, de tessék megnézni 60 és 70 között a tanároknak a számát és a diákoknak a számát. Tehát ebben a korszakban tényleg úgymond megnyíltak a kapuk, azelőtt azért ideológiailag nem engedtek, kulák származékot, tehát voltak bizonyos, vagy a munkásoknak az előtérbe engedése, de itt tényleg volt egy ilyen, 70 és 80 között egy kicsit nőtt a szám, de az is érdekes, ahogy 80 és 89 között
hogy verték szét az oktatást, az egyetemi oktatást. Tehát, hogy a tanárok számának a csökkenése, diákok számának a csökkenése. Na kérem, tehát ezek az emberek, akik képzettek, és akik vannak, aztán, hogy az integrátorok, tehát az IT rendszerekben a világ melyik sarkán, ha jól képzettek, mai nap ott vannak, és mit csinálnak, az már egy másik kérdés. Nagyon röviden ezek a mezőgazdaság, tehát világos, nagyüzemi mezőgazdaság, tehát ezt mindenütt elismerik, persze farmergazdaság, meg a nagygazdaságok, és Romániában a probléma az volt, és mai napig is az EU-ban ez a román identitás, sajátosság, hogy a legnagyobb a falusi mezőgazdasággal foglalkozó népesség. Valamikor ugye a kezdetekben 75% volt, és ebből 24% analfabéta volt, ez nagyon fontos dolog, 66-ra már statisztikák szerint nem volt analfabéta Romániában, és most olyan 28-27% körül van, akik mezőgazdasággal foglalkoznak vidéki környezetben. Nem mondom el ezeket a dolgokat, de az világos, hogy hiába volt kollektív, ha nem volt elég agrármérnök, nem volt elég könyvelő, nem volt elég állattenyésztőmérnök, tehát ez fokozatosan alakult ki, ahogy a képzettség kialakult, és ahogy hozta a szakértelmet, az a szakértelem, ami a nagyüzemi gazdálkodásra szükséges, az kialakult. Magyarországon ez sokkal jobban ment, mivel hogy ott sokkal nagyobb hagyománya volt ezeknek a dolgoknak. Urbanizáció, állandóan növelték a városok létszámát, viszont 85 volt az, amikor elérte Romániában a lakosság létszámának a felét a városi lakosság. Itt is nagy különbségek voltak, hogy az urbanizáció arány mennyi, de igazán nagyvárosiak mennyi. És a 80-ban beszélt Csemjén István arról, hogy a romániai magyarság urbánus nemzetiség, azaz nagy része, nagyobb része már városon lakik. Ez egy állandó folyamat, és hát a kép az ott elolvasható, hogy Cartierul Dömbul Piet Rossz Türgu Mures, azelőtt áll Ceausescu, de hát minden városnál ott volt, és ott állt, és eldöntötték. Az volt az elképzelés, hogy 70%-a 2000-re városlakó lesz Romániának. Egyrészt ennyit építenek, másrészt ennyit rombolnak. Aztán de ez az elképzelés az azelőtt született 70-es évek végén, amikor még azért a Bukarest, mint nagy szimbolikus projekt még nem létezett, az azért keresztül húzta ezt a más városoknak a rombolását és építését. A társadalom átrétegződése, ez megint egy olyan, ami a hatalmi diktátumnak a következménye, és megtörténik. Városon a munkások aránya az már 60% körül volt, a 66-os népszámlálás, és falon is már 60 alatt van a kollektivistáknak a száma. Ez egy érdekes grafikon, a 70-es évek közepe után változott az arány, tehát a munkások száma nagyobb lett Romániában, mint az elején ugye 75% plusz volt, és a 20% körül a munkások létszáma, és ez ennyi idő alatt, ez tényleg egy gyors és nagy átalakulás. Aztán más kérdés, hogy utána megállt, tehát az arányok, mert utána a szolgáltatások, a 90-es évek végén olyan 33-33% volt a mezőgazdaságban dolgozók, az iparban dolgozók és a szolgáltatásban dolgozók aránya. Ezt mostanában már nem nagyon lehet mérni, amikor 3 millió hiányzik az aktív munka vállalók közül, akkor ezeket az arányokat nagyon nehéz ottan spekulálni. És hát az iparosítás, az elején a hadiparra rengeteget költöttek, mert hát várták a harmadik világháborút, és Tito ellen fegyverkeztek, aztán utána stabilan végül is ipartelepeket építettek,
És ilyen kiemelt helyek voltak, mint Vajdahunyad például, ahol 18 év alatt majdnem 10-szeresére nőtt a lakosság szám, és ebből 70% férfi volt a megfelelő problémákkal, amit ez okozott. Úgyhogy ezek mind ilyen gyors átalakulások voltak, ami 90 után átcsapott más folyamatba, tehát visszavándorlási folyamat. 96 volt az első olyan év, amikor többen költöztek városról falura, mint faluról városra Romániában. Tehát egy állandó tendencia, és akkor egy példa a kombinát, amit ugye 59-ben elkezdték a tervezést, de csak 64-be adták át, és a szakembereket azt a dokumentumok szerint onesti szakiskolákban és temesvári szakiskolákban képezték, ami azt jelenti, hogy a diákokat az ottani környezetben toborozták. És utána hozták a kombinátba. Úgyhogy ez már egy nagyon egyértelmű átalakítási folyamat volt. És akkor itt most néhány kép arról, hogy ebben a korszakban, ez egy ilyen nosztalgia, hogy akkor volt első traktor, akkor voltak ezek a lánctalpas traktorok, akkor még az én gyerekkoromban is ilyen autóbuszokat gyártottak, de hát elég sok volt még a világháborúból visszamaradt, akkor az Tiágórosú, amit ugye a szintén szovjet licenc alapján gyártották, és az első saját Tiágórosú teherautó, és akkor ez az Imézé, és itt van egy hirdetés arról, hogy már lehet Dacia-t venni, tehát körülbelül 2 évig 1100-as gyártottak, és utána kezdték az 1100-as gyártását is, az 1100-ast aztán abba hagyták. Tehát azt csak vagy olyan 3 évig gyártottak csak. És felhívnám a figyelmet arra, hogy a reklámban egy gyerek szerepel, nem kettő, a nőnek a divatosságát a térden felüli szoknya, a férfi divatosságát a kesztyű, a diplomatatáska és a trapéznadrág mutatja a reklám szerint. Infrastruktúra, hát nem fogom most már megmutatni Korondot, pedig egy nagyon érdekes dolog, ugyanis 66-ban eldöntik, hogy Korondot nem úgy építik az utat, hogy a légiútra ráépítik, hanem levágják a kerteken keresztül. És egy új utat építenek tulajdonképpen. És akkor jelen pillanatban Korondon, a régi út mellett van egy kultúrház, ott van a világháborús emlékmű, ott van az 1-8-as iskola, ott van a 60-as évek elején épült Magazin Universal, tehát ez az, és ott van a régi községháza. És az új út mellett van egy polgármesteri hivatal, egy másik iskola, egy másik kultúrház, üzletek vannak, és főleg pedig ott van az a bazársor, ami ha nincs az útépítés, vagy nem úgy építik, akkor nem az lesz. Az egy modernizációs vívmány, hogy ott lehetett elfoglalni azokat a helyeket, és amikor a tengerparti turizmus fellendül, és amikor az autós turizmus NDK-ból, Csehszlovákiából, Magyarországról fellendül, és itt mennek keresztül, akkor erre ráépül az, hogy ők kereskedők tulajdonképpen, és nagyon-nagyon érdekes történetek vannak, hogy kik azok, akiknek pénzük van, hogy ezeket a helyeket megvásárolják, ők hogy reklámozzák magukat, mert hát aki korond és el akar adni valamit, az úgy reklámozza, hogy ő ért a korongozáshoz. Na hát ez nem biztos, hogy így van, de minden esetre reklámban ez így. Na, szóval nagyon érdekes, vagy a másik. Tehát ezek mind ez modernizál. Hogy használja ki egy arra képes és alkalmas lokális népesség azt, hogy egy modernizációs tevékenység ilyen eredményeket szül. A másik az Máréfalva. Máréfalván nem lehet elköltözni, nem lehet, ott nagyon szűk völgyben vannak, úgyhogy amikor jön a műút, akkor erőszakkal, tűzzel, vassal azokat a drága székelykapukat vagy lebontatják, vagy 1-2 méterrel bennebb vitetik. Tehát amikor azt hallják és azt olvassák, hogy a hagyományos székelyfagyú és annak a hagyományos környezete, az sajnos azért nem igaz, mert jött a modernizáció, és az egész átalakult, nem olyan arányban, nem úgy voltak a kapuk,
bennebb vitték, az egész kapusor más volt azelőtt, virágos kert volt, stb. Úgyhogy hát ez az örökség, és ez az örökségnek a turizmus szempontjából való felhasználása. Mármint ma. Igen, és akkor volt ilyen is, úgyhogy ne tessék azért azt gondolni, hogy nem voltak elképzelések. Voltak 68-69-ben, tessék megnézni, milyen sűrű az erdélyi autóúthálózat, amit terveztek 3 átjáróval. Hát elég sűrű azért a Havasalföld is, a tenger és Bukarest környéke. Hát Moldva akkor is elhanyagolt volt, és amikor elképzelték, hogy hol van átjáró a Szovjetunió fel, akkor ide képzelték, nem ide. No, hát igen, villamosítás, itt csak azt mondom, hogy körülbelül 10 évig elhúzódott, és a vidéket nagyon megviselte. Tehát nehogy azt higgyék, hogy a villany bevezetését azt a falusi emberek jónak tartották és szerették. Hát amikor kellett fizetni minden hónapban a bevezetésért, és a TS jövedelmükből vonták le azokat a részleteket, akkor nagyon-nagyon nem szerették azt, hogy itten villanyt akarnak. És hát a Nyárád mentén például volt olyan, ahogy 61-62-ben bevezették, de Deményházán az utolsó falu, csak 71-ben. És az élelmiszerrellátás, fogyasztás sose volt bőség. Tehát az, ami Magyarországon a 60-as évek közepétől kialakult, az Romániában nem volt, még ezekben az időszakokban sem. Mindig voltak az ünnepek, mindig voltak különleges helyzetek, mindig voltak a hátsó bejáratok, mindig volt a pult, úgyhogy ez egy külön életforma és kultúra volt a beszerzés, és hát erre tetszik emlékezni a vásárhelyi sajátosság. Aki volt a tengerparton és Pepsit is kóstolt, az tudta a különbséget a fruktó és a Pepsi között. De azért a fogyasztási cikkek termelése nőtt, eladása nőtt, részletre lehetett venni, tehát végül is az, hogy berendezni a lakást részletre, az megtörténhetett, tehát az életkezdése a fiataloknak az ott más körülmények között volt, de én erre most nem térek ki, mert ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy mit jelent az, hogy családalapítás és az élet elindulása abban a korszakban és más korszakokban. Személyautót, sajnos 80 után elég sokat exportáltak, tehát volt olyan, hogy az autó gyártott autóknak a felét is exportálták. Na és akkor ide jutunk el, és akkor ez lenne a konklúzióm tulajdonképpen, hogy az 50-es évek után egy olyan 60-as évek következett, ami végül is egy modernizációs állapot indult el, konszolidált szocializmusnak lehet nevezni. Nem szólt bele a társadalom ezekben az elosztásokban például, hogy hova milyen ipar telepítsenek, és hát természetesen az iparszerkezet az a regáti részeken inkább gyarapodott, meg hát mindenféle. Közben természetesen az, hogy milyen környezet van, az is meghatározta például a Kükülő vagy Maros. Tehát kialakult egy új elképzelésrendszer, új szakértői gárda, új integrátori osztály, és egy új életforma ebben a időszakban, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy elég sokat türelmük volt végighallgatni, és ha kérdések vannak, nem tudom ki az, aki szervezi és vezeti, és hogy elállhatok-e innen már.